Gyerekek népesítették be a csodás csütörtöki időben a Mosoni-Duna part egyik belvárosi szakaszát. A sporthorgászok hívására érkeztek az óvodások és iskolások, hogy egy kicsit besegítsenek a Márna telepítési akcióba. Tegnapi napon volt a halak napja, március 20-a ugye minden évben a halak napja, és tegnap egy központi ünnepségünk volt, ezért mi mindig a következő napon tudjuk megünnepelni helyben ezt az ünnepet, és gyakorlatilag szeretnénk, ha az ifjúság is kicsit érintett lenne a természet. Nem elsősorban a horgászatról szólt a dolog, hiszen horgászbotot nem láttak a gyerekek. Maga az, hogy olyan élőlényekkel találkoznak ilyenkor, amik normálisan nem láthatók. Víz alatt vannak, nem találkoznak vele, maximum a metró hűtőpultján, ami már egy eléggé szomorú látvány. Itt viszont élőben megnézhették, kezükben foghatták, megsimogathatták őket, hogy az a félelem, az a fajta kicsit idegenkedés, az talán így kikerül, és inkább egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen természetes boldogság lesz, hogy ők részt vehettek egy ilyen eseményen, és elengedhették ezeket a halakat a természetes éltető elemükbe. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a folyóvizek élővilágához, jobban megismerjék és meg is szeressék a különböző halfajokat. Márnák Bajáról érkeztek, és gyakorlatilag tavaly májusban születtek, tehát nem egészen egy évesek, viszont ezek a halak, ami látszott talán ilyen 8-10 centisek, ezek már nagy százalékban megmaradnak, és most itt gyerekekkel telepítettünk, de igazából mi több helyen összesen 15 ezer darabot engedünk szabadon, itt most 4 ezer lett elengedve, megyünk még Nickre a Rábához, ott Vasvár megyei szövetséggel közösen fogunk telepítést végrehajtani, ott is jönnek iskolás gyerekek, és még útközben még érintjük a szigetközi ágrendszert, mielőtt ideért volna a hal, már a Dunába telepítettünk Gönyűnél, és még a Marcalra fogunk vinni Koroncónál, ott is elengedünk. Ezzel egy kicsit frissítjük az állományt, egy kicsit diverzifikáljuk a vízben élő halfajainkat. A haltelepítő apróságok nem érkeztek üres kézzel a programra, a megyei szövetség vezetőit stílszerűen egy hallal ajándékozták meg. Nagyon-nagyon aranyosak voltak, annyira készültek, hogy az elején szavaltak itt, és kaptam tőlük ajándékba egy halacskát, úgyhogy ez most így biztos, hogy a szívem csücske lesz, és magammal fogom hordozni, mert ez egy akkora élmény nekem, hogy ők ilyen boldogok és ilyen örömmel jöttek ide, hogy én ezt nagyon nagy becsben fogom tartani. A kezdeményezés a tervek szerint a jövőben is folytatódik, a szövetség ugyanis minél szélesebb körben ismertetné meg a fiatalokkal a régió vizeinek élővilágát.